Műsorunk támogatója a Hargita népe. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Gyergyó Szent Miklóson vagyunk, az én konyhámban, és egy kétfogásos, finom téli ebédet fogunk készíteni. Bizonyára látják a kedves tévénézők is, hogy itt az én konyhám megújult egy kicsit, és akkor mindjárt itt az elején ragadnám meg a lehetőséget, hogy megköszönjem azoknak, akik segítettek nekem a konyhát felújítani, pontosabban ők segítettek, én annyit segítettem nekik, hogy igyekeztem nem az útjukba állni. Tehát köszönöm a Viridis Kft. Munkaközösségének, a fiúknak, Botinak, Szilárdnak és Szabolcsnak, nem utolsó sorban Antónia lányomnak, aki az egészet megszervezte és levezényelte, hogy nekem ilyen szép új pöttyös konyhám legyen, és rózsaszínbe pompázzon most egy darabig. És akkor, tehát ez a műsor az új konyhának a felszentelése tulajdonképpen. Hát amit főzni fogunk, az lesz egy láncseleves, ami egy ilyen maradék hasznosító leves lesz, hiszen én a tegnap főztem egy darab császárszalonnát, füstölt császárszalonnát, megmaradt ennek a leve, és ebbe fogok főzni egy lencse krémlevest, ilyen gyönyörű vörös lencséből, amit beáztattam én már az adás előtt, ezt leszűrjük, és hát krémleves lesz, mivel hogy a vörös lencse az eléggé hamar szétfő, amivel fogjuk fűszerezni, hát teszünk bele egy kevés zöldséget, no nem ezt a sokat mind, mert ez majd kell a vadashoz, hiszen az lesz a második, és borssal, köménnyel, tárkonnyal, kevés fokhagymával, pici zöldséggel fogjuk fűszerezni, még egy kevés csípős paprikával, és a végén turmixoljuk, hiszen ez egy krémleves lesz. A leves betét pedig csipős száraz kolbász lesz, egy picit megpirítva. És akkor tegyük is oda a levest, hogy az hat főjön. Hamarabb beleteszem a lencsét, fölteszem a kájhára főn is, amíg az felfor, addig aprítok egy kevés zöldséget hozzá, hogy a zöldséggel együtt főjön. Majd, ha a zöldségek is felfőttek, akkor teszem bele a fűszereket. Tehát jöhet ide bele a lencse. Szép, világos, mint a nyári napsütés, olyan színű levesünk lesz belőle. Legalábbis remélem, hogy a lencsének a szép színe meg fog maradni nagyjából. Tehát ezt most fölteszem főni. Sót egyelőre nem teszek bele, mert a füstölt hús, amit főztem benne a tegnap, a füstölt császárszalonna, az bizony eléggé sós volt. És akkor bizonyára látják, kedves nézők, hogy hátul ott a lábosba fő valami. Hát én elárulom azt is, hogy mi fő benne. Abba két darab borjú nyelv fő, hiszen abból fog készülni a vadas, ugyanis a borjúnak vagy a marhának a nyelve kiválóan alkalmas, hogy vadasnak elkészíteni, tehát vadas mártással, viszont ugye a nyelvnek, mivel tiszta izom és nagyon erős kötött izom, hát ezért nagyon sok fővés kell, és ezért én már mielőtt elkezdtük volna a forgatást, azelőtt egy órával oda tettem, egyszerű sós, babérleveles, hagymás, fokhagymás vízbe tettem bele egy kevés borsot és borókabogyót,
Tehát ezekkel fő az most egyelőre. És most pedig oda teszem a láncsét. A láncseleveshez igazándiból azért aprítom meg a zöldséget, mert a láncse is apró szemű, és hogy hamar főjön. És akkor most leghamarabb egy kevés hagymát aprítok, majd egy kevés sárgarépát, petrezselymet vagy fehérrépát, illetve cellert, és akkor tesszük is oda főni. Az hagymából ennyi elég is. Fokhagymát azt később teszek bele. Jöhet a murok vagy sárgarépa, ihogy szereti. És mint mondtam, ezeket is apróra vágom, hogy hamar főjön. Egyébként, ha krémlevesnek készítjük, akkor teljesen mindegy, hogy milyenre vágjuk a zöldséget, mert úgyis megkészül. Beletettem a zöldségeket, a murkot vagy sárgarépát, petrezselymet, illetve cellert, egy kis hagymát a láncselevesbe. A láncs az már egész jól főtt, és közben megfőtt a nyálú is, ugye, amit a forgatás előtt egy órával kezdtem főzni. És ezt most hagyom, hogy egy picit hűljön, hiszen ezt a fehér hártyáját ennek le kell húzni, csak most igen-igen forró, hogy tudjak könnyebben bánni vele. Tehát a nyelvet félreteszem, addig viszont megfűszerezem a láncsekrémlevesünket. Hát ami fog kerülni bele és aprítani kell, az a tárkony. Azt én most egy szép nagy cikk fokhagymával ezzel mondjuk meg is fogom aprítani, illetve teszünk bele sót, ezt a köményt és a borsot ebbe a tejatojásba tesszük, és úgy fogom beletenni, illetve teszünk bele egy babérlevelet, egyet-kettőt, és egy pici csipős paprikát. Mert én úgy szeretem, hogy legyen egy kis pikáns íze. Akkor ezt most megaprítom, hogy ez is kerülhessen bele a levesbe, ami már egész jól fő. Mondom, hogy ez úgyis turmixolva lesz, tehát nem föltétlenül muszáj nagyon-nagyon felaprítani, mert szétfő mindenképp. És akkor a tejatojást jöhet bele a kömény, jöhet mellé a szemesbors. Ezek nagyon okos dolgok, mert így lezárom, és az edénynek a szélére ráteszem, és akkor ez nagyon kifő itt a lyukakon keresztül. A fűszernek az íze, viszont a fűszer nem kerül a levesbe. És teszek egy pici sót. Mi kell nekünk még? Kell még? Hát két babérlevél. Ez a kettős, akkor tehetem bele a levesbe.
A levesünk jól fő, és a nyelv is megfőtt, az most egy picit hűl, hogy tudjam meghámozni. Akkor most következik az, hogy daraboljam fel a zöldséget a vadashoz, hiszen az fog történni most, hogy oda tesszük a vadasmártásnak az alapját. Ehhez nekünk szükség lesz, tehát karamellizálni fogunk egy evőkanálnyi cukrot, egy evőkanálnyi zsíron, aztán jönnek bele a zöldségek, hát sárgarépa vagy murok, petrezselyem, celler, hagyma, fokhagyma, babérlevél kerül bele, pici só nyilván, fogunk tekerni rá egy kevés borsot is, ha a nyelvet meghámoztam, végül azt is beleteszem a zöldségre, hogy az a jó zöldséges lé járja át, illetve abból a léből, amiben főtt a nyelv, azzal fogom fölengedni a zöldséget, hogy párolódjon. A zöldségeket nem föltétlenül muszáj apróra vágni, lehet ezt nagyobbakra is, hiszen minden turmixolva lesz. Ebben az esetben is azért vágom valamelyest apróra, hogy hamarabb főjön meg a zöldség, hiszen a nyelvnek már gyakorlatilag nem kell semmi fővés, mert az meg van főve. Csak addig tartjuk benne, amíg a zöldségek megfőnek, és a megaprított zöldségeket ebbe a tálba teszem, mert ha a zsíron megkaramellizáltam a cukrot, akkor már gyorsan kell beletenni a zöldséget, hogy ne égjen meg a cukor, és akkor azt lehet már is párolni. Mivel a vadasunk ettől arra gyorsan fog menni, hiszen a nyelv az meg van főve, azért megmutatnám a kedves nézőknek, hogy mi az, amit a nyelvről le kell pucolni, azért, hogy ne kerüljön bele az ételbe, mert az nem jó. Hát ezek a fehér hártyák. Ez szépen... Itt most egy picit meg is van száradva, de ahol nincsen, nem ilyen szépen jön. Sokan idegenkednek a nyelvtől, pontosan emiatt a hártya miatt, mert nem tudják, hogy ezzel mit kell kezdeni, hogy kell leszedni, holott ez egész könnyen és egyszerűen lejön, hogyha a nyelvet előfőzzük. Fűszeres vízbe kell előfőzni, tehát legyen abban a vízben egy kevés hagyma, fokhagyma, bors, jöhet bele egy kis borókabogyó, a bors, a szemes bors legyen. De egyebet is lehet tenni, tehát lehet tenni bele sárgarépát, petrezselymet, zöldségeket is, hogy jobb íze legyen. És akkor, amikor megfőtt, akkor ezt így ilyen szépen lehámozzuk, és akkor lehet szeletelni majd a nyelvet. Most egyelőre nem fogjuk, mert előbb a zöldségekkel még egy keveset fogjuk párolni. Nem ilyen szépen lejön. Ne. És nincs is már a nyelven semmi fölösleges dolog.
A láncselevesünk megfőtt, akkor most ki fogom szedni belőle a fűszereket. Itt van, ebbe van a tejatojásba a szemesbors és a köménymag. Ide kiszedem, és amit még kiveszek, az a babérlevél, ha jól emlékszem, kettőt tettem bele. Hoppa, az egyik megvan. Tehát megvan a babérlevelünk, és akkor most turmixolni fogom, vagyis pépesíteni, de előtte beleteszem a tejfölt, ez két evőkanálnyi tejföl, illetve hogy legyen neki egy kis pikáns íze, teszek bele egy pici csípős paprikát. Tehát ez egy ilyen paprika őrlemény, ezt aki szereti, beleteheti, aki nem, főleg ahol gyerekek vannak, ők ne tegyenek bele, tehát ez teljesen plusz dolog benne. És akkor turmixoljuk. A krémlevesünk gyakorlatilag kész van, most mivel belekerült a tejföl is, még annyit teszek vele, hogy egyet felforralom, tehát ilyen szép sárga leves lett, és tárkonyos ízesítésű, csak hogy a tárkony is fel van aprózva benne. Ami a nagy előnye, a, hogy így mondjam, hagyományos, rendes lencseleveshez képest, az az, hogy ebben nincsen semmilyen lisztes sűrítés, hiszen maga a lencse az eleve eléggé lisztes ahhoz, hogy sűrítse a levest. Van benne kevés zöldség, és az egészet leturmixoltuk, így lett egy kellemes ízű levesünk. Ehhez még ebből a kolbászból fogok pirítani chipset a tetejére, és az lesz a úgymond a levesbetét, de aki szereti, az eheti pirított kenyérkockával is, mert azzal is nagyon finom, illetve sonkát lehet pirítani rá, baconet, ki amit szeret. A vadasmártásunk nagyon jól fő. Én úgy gondoltam, hogy készítsünk hozzá most ez alkalommal nokedlit, de lehet készíteni ezt zsemlegombóccal, vagy bármilyen kifőtt tésztával. Most nokedlit készítünk, és ugyanebben az adásban még készítettünk nokedlit, de az nagyon rég volt, hát úgy gondoltam, hogy megmutatom, hogy én hogy készítem a nokedlit. Hát ehhez kell liszt, ugye elsősorban. Itt van körülbelül egy olyan 20 dekányi liszt. Ehhez teszek én egy tojást, és annyi vizet, hogy garuska állagú tésztánk legyen. És akkor ezt fogom majd a nokedli szaggatóval beleszaggatni forró vízbe. Garuska tésztáról tudni kell, hogy jó bele gyorsan dolgozni, hogy épp csak összeálljon, de nem kell nagyon kidolgozni, mert ha nagyon kidolgozzuk, akkor kemény lesz a garuska, vagyis a nokedli. Elkészült a vadasmártásunknak is az alapja. Akkor itt most megint kiszedem belőle a nyelveket. Tehát ez van, hogy sokat kell tenni-venni, amíg kész lesz, de nagyon finom.
És amit még kiszedek belőle, az a babérlevél. Ebbe viszont többet tettem. Van ebbe 3-4 is ejsze. Remélem, hogy meg is találom. Turmixolni fogom. Pici ecettel savanyítom, finom fehérbor ecettel. Majd újra kiforralom, és már lehet is tálalni. Ami még hátra van, hogy megpirítsam a kolbász darabkákat. Említettem már, hogy az maradt még hátra, hogy készítsem el a kolbász chipset a lencse krémleveshez. Hát ezt, mivel hogy ilyen elég vastag kolbász, annyit fogok én vele csinálni, hogy egy picit jobban mutasson a tányéron, hogy egyszerűen négybe vágom, és egy nagyon kevés olajon megpirítom. És akkor ez kerül a leves tetejére. És akkor ezt már is piríthatjuk. Elkészültünk a finom ebéddel, készítettem egy lencsekrémlevest vörös lencséből, kolbász chipszel, tárkonyosan, és készült egy vadas nyelvből, nokedlivel, ugye vadas mártással. Ezeket a recepteket valamelyik soron következő Székelykonyhában nyomtatásban is olvashatják. Ha velünk tartottak a főzésben, akkor jó étvágyat! A viszontlátásra.